A legutóbbi fordulóban a Kisvárda 2-1-es győzelmet aratott Zalaegerszegen, majd a válogatott meccsei miatt 2 hét szünet következett a bajnokságban. A tabellán a Kisvárda 9 meccsen szerzett 16 pontjával a harmadik helyen áll, a Paks pedig 10 találkozón gyűjtve 17 ponttal a második helyet foglalja el. Így a forduló rangadójára készül Subka Attila együttese. Az elsődleges az volt, hogy ebben a szünetben pozitív történések voltak a magyar labdarúgásban, ugye EB-re kijutott a csapat, följutott az A-ligába a válogatott, eredményes volt 3 meccsen keresztül. Ez tényleg nagyon fontos a magyar labdarúgás részéről, hogy ilyen eredmények legyenek, más a megítélése mindennek. A mi részünkről én úgy gondolom, hogy nem mindig jön jól egy 2 hetes szünet, de nekünk fontos volt az, hogy a sebeinket nyalogassuk, mert azért voltak kisebb-nagyobb sérüléseink, és ezt az időt arra is tudtuk használni, hogy azok a játékosok, akik nem voltak megfelelő állapotban, vissza tudjanak jönni a csapathoz, és a hét elejé óta már tulajdonképpen komplett kerettel tudunk együtt dolgozni. A Kisvárda pontjai többségét idegenben szerezte, igaz Lukaszék 2-szer annyi meccset játszottak vendégként, mint hazai pályán. Mindenki azt mondja, hogy idegenben eredményesebbek vagyunk. Itt 3 mérkőzést játszottunk. Ezt mindig elmondom 2 olyan csapattal, a Ferencvárossal és a Puskással, amelyik a Ferencváros ugye vezeti a bajnokságot. Ott is megvolt a lehetőségünk arra, hogy esetleg egy pontot szerezzünk. A Puskás akkor jó formában volt, jól nézett ki. Akkor is megvolt a lehetőségünk arra, hogy eredményesek legyünk. Nem tudtuk kihasználni helyzeteinket. Én úgy gondolom, hogy a játékunk idegenben is és hazai pályán is hasonló. Próbálunk dominálni, próbáljuk birtokolni a labdát, próbálunk kombinatív játékot játszani és abból eredményesek lenni. Én úgy gondolom, hogy az utolsó hazai meccsünkön a Diósgyőr ellen is bizonyítottuk 80 percen keresztül, hogy ez jól működik. Hát itt ez egy elég nehéz mérkőzés lesz a Pakssal szemben, mert ugye a Paks egy teljesen átalakult csapat lett, mióta Bognár Gyuri átvette. A Kisvárda-Paks mérkőzés péntek este 8 órakor kezdődik a Várkerti stadionban. A forduló további párosítása a következő: Puskás Akadémia Budafok, Mezőkövesd MTK Budapest, Budapest Honvéd Ferencváros, Újpest Zalaegerszeg és Molfehérvár FC DVTK.